Ma megnéztem, hogy miket nyilatkoztak a fideszes szóvivők a bajai választással kapcsolatban, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy az arcátlanságnak nincsen határa a Fidesz részéről. Az elmúlt hetekben ömlenek az információk a sajtóra, vagy éppen ide a hozzánk a különböző irodáinkba is, hogy Baján hogyan nyerte meg a Fidesz a választásokat. Ezer információ van arról, hogy tűzifát, pénzt, mobiltelefont, cukrot, lisztet, vagy éppen közmunkát ajánlottak az ott élő, nehéz sorban élő embereknek. Ezek után van pofája kiállni a fideszes szóvivőnek, aki maga érintettje ennek az egész ügynek. Aki Bajaváros polgármestere, aki csak akkor nem hazudik, amikor nem jár a szája, ez egészen elképesztő. Nem csak amiatt a videófelvétel miatt elképesztő ez az egész ügy, amit ma a hvg.hu nyilvánosságra hozott, hanem egyáltalán az egész helyzet. Sem a magyar demokráciában, sem az európai demokráciákban soha nem volt még példa arra, hogy egy kormányzó párt ilyen választási csalásba keveredjék. Egészen elképesztő. Ráadásul egy önkormányzati körzetről beszélünk, nem is az országgyűlési választásokról. Képzeljék el, hogyha itt ebben a körzetben ilyen módon jár el a Fidesz, akkor, amikor ennél egy kicsivel nagyobb tét van, hiszen az ország jövőjéről van szó, a saját hatalmi pozícióikról van szó, akkor milyen eszközöket engednek meg maguknak? Éppen ezért mi feljelentést tettünk a rendőrségen. Ezzel az üggyel mostantól kezdve két szervezetnek egészen biztosan dolga van. Az egyik a rendőrség, hiszen a rendőrség tudja bizonyítani, utána nézni, ellenőrizni ennek a videófelvételnek a hitelességét és a valóság tartalmát. A másik szervezet a Fidesz és annak elnöke Orbán Viktor, akinek pártelnökként kell, hogy legyen véleménye arról, hogy amit az egyik képviselőtársa Baján művelt, az belefér-e a választási küzdelembe, az belefér-e azokba az eszközökbe, amik egy választási kampányban megengednek. Ha ez a videó valós, és ezt várjuk Polt Pétertől és a rendőrségtől, hogy találják meg a videóban nyilatkozó úriembert, azt gondolom, hogy ez talán nem bonyolult a feladat, mint egy mobiltelefon hátlapjának a leszerelése. Sikerülnie kell a magyar nyomozati szerveknek nyomára jutnia annak a férfinak, aki ezen a videón beszél, hogyha ő köthető a Fideszhez, akkor ez az ügy, ez Orbán Viktor politikai halálos ítélete. Nem tarthatjuk a magyar választókat tovább bizonytalanságban azt illetően, hogy Magyarország demokratikus országe vagy sem. Hogy a demokratikus kultúra milyen szintjén tartunk. Ezért mindannyiunknak az az érdeke, hogy a lehető leghamarabb kerüljön pont ennek az ügynek a végére, így vagy úgy. Hogy láthatóan a kormány védernyője alatt lopnak, hazudnak és csalnak is. Éppen ezért mi mindenkit arra kérünk, hogy akik ki akarják fejezni a nem tetszésüket ezzel kapcsolatban, ami történt, amit itt a napokban láttak az emberek, azok jöjjenek el október 23-án, és demonstráljanak ez ellen a politikai kultúra ellen, a csalás ellen, a lopás ellen, a hazugság ellen. Köszönöm szépen!